Köszöntöm Önöket! A Topolyai Városnapi tíznapos eseménysorozat szeptember 8-a és 17-e között zajlik, és már hagyományosan az Expóval kezdődik, amelyre az idén a piac téren kerül sor. Az ünnepélyes megnyitóra 17 órakor kerül sor a piac közvállalat területén. Ugyanazon a napon 19 órakor nyílik a Topolya a részletekben lakozik című fotókiállítás a Juhász Erzsébet könyvtár padlás terében. Szeptember 9-én Bácskos útfalván a szüreti napokra kerül sor, 10 órától Topolyán tenisztornára a Városi Parkban, és ugyanakkor a fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok 10. konferenciájára a múzeumban. 18 órától a könyvtárban mutatják be Terék Anna Halott Nők című könyvét. Szeptember 10-én vasárnap sporthorgászverseny lesz a Pacséri tavon, 17 órakor zárul az Expo, 8 órakor lesz a 9. Szkenderovics Pál emlékmaraton a mezőgazdasági iskola sportcsarnokától Bajsáig. Szeptember 8-a és 10-e között tartják meg a Topolyai Expót. Vendégünk Slingár Irén főszervező. Szeretettel köszöntelek műsorunkban, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Ezúttal egy kicsit bővebben hallunk az Expo programjáról, ugyanis a 3 nap alatt, amíg tart ez a rendezvény, számos kísérő rendezvényre és programra kerül sor az Expo keretén belül. Hát kezdjük a péntekkel! Így van. Tehát 8-án, 9-e és 10-e az a nap, amelyen ugye zajlik az Expo kiállítás. Minden évben nagy gondot fordítottunk arra, hogy mindaz mellett, hogy van kiállítás, különböző mellékrendezvényekkel úgymond tarkítsuk és bővítsük ezt a mi kiállításunkat. Így a pénteki napon is, mint mindig ugye 9 órától kezdve már nyitva van a kiállítás a látogatók számára. És ugye a másik nagyon érdekes dolog ebben az évben, hogy mindig is voltak játszóház, kreatív műhely sarok, stb. Azonban az idei évben úgy döntöttünk, hogy gyermek megérző játszóház, tehát azok a szülők, akik kijönnek, azok a gyerekeket ott hagyhatják, és ők közben megnézhetik a kiállítást, ez egy külön helyiségbe helyezzük el a gyerekeket, és őnek meg lesz az is, pontosan ki lesz függesztve az ajtókra, és a gyermekegőrző játszóház, az mikor milyen kreatív munkákat csinálnak ugye ezen a játszóházban. Valamint műhely munkák lesznek még plusz ezen felül, amelyeken a gyerekek részt vehetnek, és a pénteki napon 15-től 18 óráig vehetnek részt ezen a programon. Tehát a gyerekeket akkor teljes biztonságban tudhatják a szülők. Így van, a szervező ennyit mondott, hogy 12-3 gyerekkel tud foglalkozni, és ő annyira tud úgymond odafigyelni minőségesen, és hát ugye addig még a szülők szétnéznek a kiállításon, ott tudják hagyni. Ezen felül lesznek még plusz műhely munkák, amelyeket végeznek, azaz, hogy oda várják még a gyerekeket. A pénteki nap abban különleges, hogy délután 17 órakor lesz az ünnepi megnyitó. Köszöntők, beszédek, valamint ugye a helyi művelődési ház mindketten, föl Kodály Zoltán, valamint a Vuk Sztefánovics Karadzsics néptánc együttesek ugye föllépnek ezen a megnyitón. És a pénteki napon 7 órakor zárjuk ugye a kiállításunkat. A szombati napon úgy szintén 9-kor nyílik a kiállítás a látogatók számára. Utána már 9 órakor ugye elkezdődik ez a gyermekmegőrző játszóház, valamint a műhelymunkák. Egy nagyon komoly konferenciára kerül sor szombaton. A modern agrár és feldolgozóipari technológiák a piacképes mezőgazdaságért, amelyet szervez a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT és a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége, valamint ugye lesz egy helyi termék kiállítás magán a kiállításon, és a helyi termékek védjegyét, aki még nem kapta meg, és igényeli, ő nekik átadják ezt a helyi termékek védjegyét ezen a szakmai előadáson. Az oklevelet átadják, valamint a Prosperitáti 13 órától a Prosperitáti Alapítvány kiállítja a gépeket, a nyertes pályázók megjelennek ezen a második úgymond kiállító téren, azaz parkolóban, és ők egy kis tájékoztatót is tartanak ugye ezekről a gépekről, valamint a per pillanat kiírt pályázatokról.
Lévén, hogy a kiállításnak már 14 éve része a pálinka verseny. Ezért az idei évben is meghirdettük a pálinka versenyt, és ennek a pálinka versenynek az értékelése ez szombaton délután történik 14 órától, és 19 óráig van nyitva ezen a napon is a kiállítás. Vasárnap ugye 9 órától kiállítás megnyitása, várjuk a dr. Hadzsi János egészségház védőnővér szolgálatát, ahol szoktak ilyen alapvető egészségügyi tanácsokat adni az embereknek, a látogatóknak. Ugye a gyermekmegőző játszóház az 9-től 16 óráig továbbra is ugye fogadja a gyerekeket. 12 órakor viszont elkezdenek az eredményhirdetések, a pálinka verseny eredményhirdetése a nagy színpadon, és 13 órától pedig a tombola, mert ugye tombola is lesz, elég rangos tombolákat gyűjtünk az idei évben is, és 17 óráig tart nyitva a vasárnap ugye a kiállítás. Ez körülbelül úgy nagy vonalakban a mi tervezett műsorunk erre a 3 napra. Akkor csak két dologra térjünk vissza, az egyik a pálinka verseny, erre igen, mikor és meddig lehet jelentkezni, és milyen feltételek mellett? Tehát tulajdonképpen mi minden évben azt kérjük csak fél liter pálinkát valóban arra, hogy kóstolásra, 200 dinár kotizációval, és ezt a topolyai idegenforgalmi szervezetnek az irodájában tudják leadni minden nap 8-tól 2 óráig, és hát várjuk a jelentkezőket még a hét folyamán. A másik dolog viszont a tombola jegyek, ez a helyszínen vásárolható úgy, mint eddig? Igen, ugyanúgy az idegenforgalmi irodának a standja, az bent lesz, amikor bejön mindjárt a valaki abba az úgynevezett csarnokban, és itt lehet megvásárolni a tombola jegyet. Főnyeremény? Főnyeremény, kerékpár továbbra is a Caprioló cégnek a támogatásával. Köszönöm szépen, és reméljük az idén is sikeres lesz, és sok látogatója lesz ennek a rendezvénynek. Úgy legyen, köszönöm szépen a lehetőséget, és viszontlátásra! Szeptember 15-én ünnepi szentmisével kezdődik a Városnapi Központi Rendezvény 10 órakor, majd a Művelődési Ház kiállító termében képzőművészeti kiállítás nyílik, és sor kerül a Nagyapáti Kukac Péter díj átadására is. Ezt követi a községi képviselőtestület ünnepi ülése. 19 órától a Route 5 Blues Band, majd J-Dart koncertet. A koncerteket követően idén is lesz tűzijáték, amelyet követően ismét a Route 5 Blues Bandé a színpad. Szeptember 16-án 11 órakor kezdődnek a programok. Elsőként mézkiállítás és mézszentelés és kézműves vásár veszi kezdetét. A későbbiekben erős ember verseny is lesz, a karnevál pedig 16 órakor kezdődik, ekkor fogadja a községi elnök a karneváli csoportok képviselőit. Maga a karneváli menet 16 óra 30 perckor indul a Csáky Lajos általános iskola udvarából. 19 órától Zsárkó Pribákovics énekel a nagy színpadon, őt a Lexington Band fellépése követi. A koncertet ezen a napon is egy rövid tűzi játék szakítja meg, de ezt követően tovább folyik a zenei program. Babakocsis felvonulás is lesz a 12. mészkarneválon. A babákat és kísérőiket szeptember 16-án 16 óra 25 percre várják a Csáky Lajos iskola előtt. A szülők, nagyszülők részvételi szándékukat szeptember 12-éig jelezhetik a Topolyai Művelődési Ház irodájában, vagy a 713-515-ös telefonszámon, illetve a kultúra@stkable.net e-mail címen. Szeptember 4-től pályázhatnak az érdeklődők a Prosperitáti Alapítvány által kiírt legújabb pályázaton. A részletekről Juhász Bálint ügyvezető nyilatkozott. Jelen pillanatban is nyitva állnak a pályázataink. Augusztus 2-án jelentettük meg a 4. körös pályázatainkat. Szeptember 4-től lehet átadni. Itt 3 pályázati kiírásról beszélünk. Az egyik a házvásárlási pályázat. Itt körülbelül 200 falusi házat tudunk megvásárolni a fiatal házasoknak, illetve házasság életközösségben élőknek, illetve
most újonnan egyedülálló szülőknek is. Emellett lehet földet vásárolni, gyakorlatilag alsó és felső határ nélkül a támogatott hitel fölvételével, és a harmadik pályázati kiírásunkban kettő kategória, alkategória van. Ezek a közepes méretű projektek, így neveztük mi ezt el, 50 és 500 euró érték közötti projektekre gondolunk a mezőgazdaságban, gépvásárlás, tárolókapacitások fejlesztése, öntözőrendszerek és hasonló mezőgazdasági projektek, illetve ipari projektek, azaz gazdaságfejlesztési projektek, minden az adott vállalkozás tevékenységehez illeszkedő gyártó vagy üzleti objektum építése, fejlesztése, vásárlása, felújítása, a hozzátartozó gépek, alapeszközök beszerzése, ami egy üzleti tervhez kapcsolódóan egy teljes egészet alkot. Ez a három pályázati kiírásunk van nyitva november 30-áig, és ahogy elmondtuk, tervezzük továbbá, hogy a kiválasztott integrátorokra rákapcsolódó, a kistermelőket segítő pályázatot is kiírjuk. Olyan fejlesztésekre kapnak majd támogatást, ami azt teszi lehetővé, hogy azokat az elsődleges mezőgazdasági termékeket állítsák elő, amelyeket majd az integrátorok felvásárolnak, feldolgoznak és piacra juttatnak. Feltételek? A pályázás feltételei azok ismertek, alapvetően ugye a magyar és a szerb állampolgárság, a vajdasági lakcím, illetve székhely, és különböző feltételek vannak a ház, a föld és a közepes méretű projektekre. A projekteknél a vállalkozásnak legalább egy lezárt pénzügyi évvel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a földvásárlás és a közepes méretű projekteknél a banki feltételeknek is. Itt nálunk pozitív hitelelőminősítés birtokában lehet majd pályázni. A házvásárlásnál pedig egy elég kötött pontrendszer van, ahol az iskolai végzettséget, a családtagok számát, kiskorú gyermekek számát, egyéb körülményeket pontozunk. Mindenkit arra biztatok, hogy keresse most már 9 területi irodánkat, illetve a honlapunkat, és minden információt meg fog találni. Jubilál a Vajdasági Magyar Diákszövetség. A Vajdasági Magyar Fiatalokat Felkaroló Civil Szervezet megalapításának 20. évfordulóját ünnepli idén. Az elmúlt két évtizedben a vajdasági közélet meghatározó diák szervezetévé, a kisebbségi jogok élharcosává, az ifjúsági és közösségi élet egyik építőjévé nőtte ki magát. Számos generáció és több száz diák, egyetemi hallgató volt aktív tagja a szervezetnek. A jubileumi évforduló alkalmából a Vamadis jelenlegi tagjai nagyszabású ünnepséget terveznek, amelyre a szervezet egykori vezetőit és tagjait is szeretnék meghívni. Emellett az elmúlt 20 év történéseinek dokumentálásán dolgoznak. A Vamadis nyilvános felhívást tett közzé, hogy az egykori tagok és vezetők jelentkezzenek náluk annak érdekében, hogy a diák szervezet történelmét minél részletesebben és pontosabban mutathassák be, illetve hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az évforduló megünneplésében. Az érdeklődők a vamadis@gmail.com e-mail címen tudnak kapcsolatba lépni a diák szervezettel. A Topolyai Filmmúzeum civil szervezet az idén is meghirdette az Egri József Nemzetközi Ifjúsági Filmpályázatot 15-től 35 évesek részére a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A téma reformáción a köztünk élő újítókról. Pályázni lehet egyénileg és csoportosan egy vagy több filmmel, már meglévő vagy újabb filmmel, digitális technika felhasználásával és Vajdaság tartományban hivatalosan használt nyelv 3-tól 10 perces kisfilmekkel. A pályamunkákat október 13-áig kell eljuttatni a Topolyai Múzeumba. Első díj 25 ezer dinár, második díj 20 ezer dinár, a harmadik díj 15 ezer dinár. A legjobb filmeket az október 31-én Topolyán a reformáció 500. évfordulója alkalmából készített kiállítás kísérő rendezvényén a 6. Egri József Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon mutatják be és díjazzák a múzeumban.
Szeptember 8-án és 9-én tartják a Bácskos útfalvi szüreti napokat. A szervező a helyi közösség, a Riesling Szőlészek és Borászok Egyesülete és az Ady Endre Művelődési Központ. Pénteken este a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Tóth József Amatőr Színjátszó csoportjának előadása várja a helyieket, vidám kupuszinai történetet láthatnak Treszka címmel. Szombaton a reggeli órákban indul az Ady táncosainak hagyományos felvonulása a falu központjából. Előtte a termés megáldására kerül sor, és ünnepi köszöntők hangzanak el. Közel 200 bográcsban készül majd a csirkepaprikás. Az eredményhirdetés 13 óra körül lesz a nagy színpadon. Az idei főzőversenyt Vitéz Lovag Szatmári János, a karcagi Euró Kft. Tulajdonos ügyvezetője, hivatásos séf ajánlásával hirdették meg a szervezők. Mint Seffer Attila, a helyi közösség tanácsának elnöke elmondta, a Riesling Szőlészek és Borászok Egyesülete szervezésében és a helyi közösség támogatásával esztétikus kis standok készülnek fából. Ezekben lesz lehetősége a borászoknak bemutatni a portékájukat. A tűzoltók az idén is bemutatóval, illetve habpartival készülnek a koplalón, továbbá a gyerekeket lovaglás és íjászkodás is várja. A közlekedésbiztonságról szóló törvénymódosítás egyik újdonsága az lesz, hogy át lehet majd hajtani a telt vonalon. Damir Okanović, a Szerbiai Közlekedésbiztonsági Bizottság elnöke a Novosztinak elmondta, hogy nagy változások lesznek a telt vonal átlépéséről szóló szabályok terén. Lehetőség lesz átlépni a telt vonalon akkor, ha valamilyen lassú járművet, mondjuk traktort előzünk, de csak abban az esetben, ha ezzel nem veszélyeztetjük a közlekedés többi résztvevőjét. Egyes büntetések összege növekedni, másoké csökkenni fog, közölte. A sofőröket talán a véralkohol szintről szóló rendelet érinti majd leginkább, írja a 021-es hírportál. Az eddigi 0,3 helyett 0,2 ezrelékre csökkentik a megengedett szintet azzal, hogy a hivatásos sofőrök, a motorosok, illetve a friss vezetői engedéllyel rendelkező személyek vérében egyáltalán nem lehet alkohol. Akinek a vérében az alkohol meghaladja a 0,5 ezrelékes szintet, 10 000 dinár, akinek pedig a 0,8 ezreléket is eléri, az 20 000 dinár büntetésre számíthat. Az új közlekedésbiztonsági törvény szerint, akinek a vérében az alkohol szintje több mint 2 000 attól elveszik a járművét, valamint 30-tól 60 nap börtönbüntetésre is számíthat, mivel ezeket a sofőröket erőszakos járművezetőként tartják majd számon, írja a Novosti. A vezetés közbeni telefonálásra, illetve a biztonsági öv használatának mellőzésére kirúgt büntetés összege is növekedni fog, 5 000 dinárról 10 000 dinárra. A legmagasabb pénzbüntetés összege 100 000 és 120 000 dinár között mozog majd. Ezt akkor szabhatják ki a sofőrökre, ha 1,2 és 2 000 közötti alkoholszint van a vérükben, vagy ha olyanok vezetnek, akik nem rendelkeznek járművezetői engedéllyel. A legmagasabb pénzbírságra számíthatnak a sebességkorlátozást szélsőségesen átlépő gyorshajtók is. A szerbiai belügyminisztérium pályázatot írt ki majdani tűzoltók képzésére, illetve későbbi alkalmazására. Vajdaságban egyebek mellett Kishegyesen, Bácskos útfalván, Kúlán, Antalfalván, Alibunáron, Zsabján, Bácson, Karlócán, Újvidéken, Magyar Kanizsán, Adán, Török Kanizsán, Csókán, Zentán és Széchenyben. A pályázatokat augusztus 11-én jelentették meg, és 30 napig lesz nyitva. Az érdeklődők a lakhelyük szerinti rendőrállomáson adhatják át a jelentkezésüket. Az ország 120 helyi önkormányzata közül 46-ban kívánnak tűzoltókat alkalmazni. A pályázat értelmében 19 és 30 év közöttiek jelentkezését várják. Alapvető feltétel a középiskolai végzettség és a C-kategóriás vezetői engedély. További információ a belügyminisztérium honlapján a www.mup.gov.rs oldalon található.
közel 80 kezdő és haladó bácskosútfalvi és környező településekről érkező gyermekkel foglalkozott méhészkei kis Nimród úszásoktató a helybeli Rekiben megszervezett úszóiskolában. Az iskola növendékei a záró ünnepségen mutatták be úszástudományukat. Seffer Attila, a helyi közösség tanácsának elnöke nyilatkozott. Ilyenkor jó látni azt, hogy egy 2012-es történet, egy jó helyi közösségi döntés beérik, és a hátam mögött található gyermekek, amelyek bemutatják, hogy az idei úszóiskolában mit sajátítottak el úszástudományból. A helyi közösség 2012-ben döntött úgy, hogy visszavásárolja a rekreációs központot, és immár a 2016-os nyitás óta ez a második szezon, amikor meg tudtuk szervezni az úszásoktatást a bácskosútfalvi rekreációs központban. Míg a tavalyi évben 53 gyermek volt, aki megtanult úszni, ez a szám az idei évre 88-ra kúszott föl. Bízunk benne, hogy ezek után még tömegesebb lesz az úszásoktatásra jelentkezőknek a száma, és hogy eláruljam a következőkben, a bácskosútfalvi helyi közösség egy másik plusz medencével készül, amely egy szintén 16x25 méteres nagy dimenziójú lesz, melynek mélysége 1,3 méter. A topolyai napok keretén belül az idén is megtartják a családi kerékpártúrát a Kaprioló szervezésében. A rendezvényre szeptember 17-én kerül sor a topolyai tó körül. A túrázók 8 órakor gyülekeznek a tűzoltó otthonnal szemben, a felvonulás téren. A túra kezdetét 9 óra 30 percre tervezik. Ha a résztvevő 12 évnél fiatalabb, szülői felügyelet mellett vehet részt az eseményen. Második alkalommal kerül sor Pacséron kutya kiállításra. A rendezvényre szeptember 24-én kerül sor az Artemis Ebtenyésztők Egyesülete szervezésében 10 órától a gyógyfürdő melletti területen. A CAC kiállításra, melyre eddig a hazaiakon kívül Magyarországról, Németországból, Lengyelországból és Csehországból jelentették be kutyáikat a tenyésztők, szeptember 20-áig nevezhetnek be. Bővebb tájékoztatás az Egyesület Facebook oldalán, vagy a 069 197 48 05, illetve a 065 256 66 57-es telefonszámon kapható. Úgy tűnik, tovább tart a nyár, legalábbis ami a nappalokat illeti. Az éjszakák hidegebbek, de a hűvösebb reggeleket követően meleg nyár végi napok várnak ránk. Több helyen megélénkülhet a déli szél. A hajnali 8-16 fokot követően délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hétvége időjárását egy hullámzó hidegfront alakítja. Feltámad az északnyugatira forduló szél, és a megnövekvő felhőzetből záporokra, zivatarokra is számítani kell.